A műsor dekorációját a Főtéri Városi Virágbolt biztosítja. Jó estét kívánok a Kultúrkép minden kedves nézőjének! Többek között egy néptáncgálával, régi kiskunhalasi fotókkal, friss nyelvkutatási eredményekkel, valamint könyv- és programajánlóval várjuk Önöket az elkövetkező fél órában. Maradjanak velünk, már is jönnek a részletek! Tíz évvel ezelőtt, 2008-ban alapították meg a Kiskun Tánc Együttest. A csoport létszáma évről évre egyre gyarapodott, mára pedig több korosztály is képviselteti magát a fellépéseken. A 10. születésnap alkalmából a volt és jelenlegi tagok egy nagyszabású táncgálát rendeztek a Városháza díszudvarában. A sikert jól mutatja, hogy a zord időjárás ellenére is színültig megtelt érdeklődőkkel a nézőtér. Szemerkélő esőben esernyők alól lehetett megtekinteni a fóliával letakart multidéző fotókat, a Kiskun Tánc Együttes fennállásának 10. évfordulóját ünneplő táncgála nyitó perceiben. Az időjárás szerencsére csak a program legelején mutatta szomorkás arcát, a színpadi produkciók kezdetére már nyoma sem volt a csapadéknak. Elértük azt a nevezetes időpontot, hogy a Kiskun Tánc Együttes idén ünnepli a 10 éves jubileumát. 2008-ban alakult a csoportunk, így a nyár végén, az ősz elején, és ennek apropójából úgy gondoltuk, hogy egy nagyszabású gálaműsorral ünnepeljük meg ezt a jeles alkalmat. Visszafele számolva sokkal gyorsabban telik az idő, mint előre, úgyhogy most úgy érzem, hogy elrepült nagyon gyorsan. De ahogy mondjuk a kiállítás anyagát végignézem, és látom azokat az arcokat, azokat az állomásokat, amiket próbáltunk a kiállítás anyagában megmutatni, rájövök arra, hogy mennyi közös élmény, mennyi közös program, barátság, fellépés van mögöttünk, ami rengeteg pluszt ad az ember életében. A tánccsoport vezetője azt mondja, az, hogy 10 éve együtt vannak, kizárólag annak köszönhető, hogy nagyon összetartó a csapat minden tagja. Úgy gondolom, hogy nagyon jó kis csapat áll a hátam mögött, amit az is bizonyít, hogy ezt a fantasztikus munkát, amit a rengeteg előkészület igényelt, a színpadállítástól kezdve, a bepakoláson keresztül, a minden előkészítésén át, ők végezték el. Egy nagyon lelkes, nagyon jó kis csapat áll mögöttem, úgyhogy a színpadon is remélhetőleg előtte vagyunk a fellépésnek, látszódni fog, hogy mennyire ügyesek a táncosok. Úgy gondolom, hogy bármilyen célt is tűztünk ki, vagy tűztem ki 10 évvel ezelőtt, szerintem teljesítettük. Az este során többen is színpadra álltak azok közül, akik 10 évvel ezelőtt még egészen kisgyermekként a Kiskun Tánc Együttesben szerezték meg a néptánc tudásuk alapját. Mellettük nőttünk fel így együtt, mert vagyunk többen is, akik ott kezdték, és még most is ott vannak, és egy nagyon jó élmény, mert azóta ugyanúgy barátok vagyunk, meg jóba vagyunk, és egy ilyen csapat, ahova mindig úgy visszamehetünk. Most már viszont nem a kicsik közé tartozó, vannak tőled fiatalabbak is, milyen az utánpótlás, hogy látod? Ügyesek, azt kell mondjam, ügyesek. Hát most két csoport is van alattunk. Az ifi csoportunk egyre ügyesebb, ők már minősítő versenyként szoktak lenni, de szerintem a kicsik is nagyon jó utánpótlások lesznek. A jubileumi gálára azok is visszatértek, akik hosszabb, rövidebb ideje már abba hagyták a néptáncot. Ezt a remek alkalmat azonban még véletlenül sem hagyták volna ki. Ez nálunk úgymond egy családi hagyomány, a nővérem kezdett el táncolni, és hát eljártam ugye én is táncgálákra, láttam, hogy milyen jó ez a néptánc, megtetszett, úgyhogy már egész kiskorom óta bekerültem ebbe a világba, és hát innen nem volt megállás, ugye. Egy kicsit kíváncsi voltam, hogy fogom magamat itt érezni újra, de ahogy most látom, igazából olyan, mintha soha nem is hagytam volna abban,
ugyanúgy visszajöttek a dolgok, mint amikor régen táncoltam, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok végül. Mire emlékszel vissza legszívesebben abból az időből, amikor még a csapattagja voltál aktívan? Nagyon jó volt a csapatközösség, sokat jártunk el fellépésekre, ahol nagyon jól éreztük magunkat, sokat nevettünk, nagyon tényleg ez az egész a hangulata, ahogy az emberek szeretettel néztek ránk, megtapsoltak, az egésznek a varázsa nagyon jó volt. Emlékeim szerint a lapozgató eddigi könyvajánlói között nem sok sporttémájú kiadvány szerepelt, most a Szilágyi János Református Gimnázium egyik pedagógusa megtöri a jeget, és olyan könyvet ajánl, aminek középpontjában a futball áll. A legnagyobb visszatérés a cím ennek a könyvnek, nem Magyarországon jelent meg, de magyarul is megjelent, hála a magasságosnak, és egy angol szerző készítette, William Hillnek hívják. Egy magyarországi menekült embernek az életéről szól, akit Gutmann Bélának hívtak, és biztos vagyok benne, hogy még a labdarúgó berkekben sem mindenkinek mond ez a név valamit, hiszen is a főiskolát elvégeztem, labdarúgó edző lettem, és mindaddig még ezt a könyvet nem olvastam el, igazán arról a korszakról, és az ő életéről, meg amit adott a mai labdarúgásnak, azt én sem ismertem. Miért választottam ezt a könyvet? Azért választottam, egyrészt mert friss élmény, tehát ezt mostanában olvastam, illetve azért, mert egy kicsit átalakította a gondolataimat a magáról a labdarúgásról, illetve arról, hogy milyen szervesen összekapcsolódik a történelem, a labdarúgás, illetve az egyének élete. Hiszen egy nagyon viszontagságos sorsú embernek az életéről van szó, aki zsidó származása miatt a 20-as évektől kezdve úgy volt kénytelen világszínvonalon futballozni, hogy ugye állandóan üldözték őket, és országról országra menekülve próbálta meg a karrierjét kibontani, és ez sikerült is neki. Ugyanakkor a nehéz körülmények mellett mindig tartotta magát egy bizonyos szinthez, és ő azt bármilyen klubnál, akár harmadosztályú klubnál volt, akár elsőosztályú klubnál, mindig ugyanazt szerette volna nyújtani, és ugyanezt szerette volna elvárni viszont is, akár a játékosaitól, akár a klubvezetéstől. Ferguson is és a többi nagy edző is gyakran emlegette az ő mondásait, sőt ezek szállójeként érnek. Némelyik mondását én is ismertem, de nem tudtam, hogy tőle származik. Ezeket ő 60 éve elmondta. Az, hogy rövid passzos játékot kell játszani, az, hogy taktika kell, az, hogy jelenlét kell, az, hogy a játékosnak úgy kell élni egészségesen, hogy a mérkőzésen tudjon maximumot nyújtani, a játékos meg kell fizetni, mert akkor jobban tud futballozni. Ez a mai labdarúgás alapja. Így aztán nagyon sokat köszönhetünk a Béla bácsinak, bármi nem ismertük. Én nagy élménnyel olvastam ezt a könyvet, és nagy szeretettel ajánlom azoknak, akik szeretik a történet és a sportot. A kiskunhalasi Fodor Imre azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a régi fekete-fehér fotókon szereplő kiskunhalasi utcák, terek, köztéri alkotások helyét keresi meg napjainkban, és lehetőségeihez mérten megörökíti az adott helyszínt mai formájában is. A végleges képekből egy különleges kiállítás nyílt a Közösségek házában, ahol bárki összehasonlíthatta, milyen volt városunk a múltban, és milyen most. Egy rendhagyó kiállításon találkozott napjaink kiskunhalasa évtizedekkel ezelőtti önmagával. Az Akkor és Most című tárlaton Fodor Imre fotó összeállításait szemlélhették meg az érdeklődők. Nem is tudom pontosan, mikor jött össze ez az egész. Végül is ez egész kiállítási anyag, amit én fotóztam, utánfotóztam, az csak egy pár napos, pár hetes, de a régi fotók természetesen több évtizedet ölelnek föl, így is köszönöm szépen a digitális Magyar Digitális Archívumnak és a Kiskunhalas Archív Facebook csoportnak, valamint a Fortepánon megjelent képeknek. Itt én is nagyon régen kezdtem el ezekkel foglalkozni, régi fotók gyűjtésével, de hát most, hogy az interneten is meg lehet találni, már mindenfele, meg több ezer kép van fönt, úgyhogy onnan is lehetett gyűjteni, tudtam gyűjteni, és hát nagy szívvel és lelkesedéssel kezdtem el azon gondolkodni, és összeállítani ezeket a képeket, hogy ugyanez hol lehetett, ez hol lehetett, és akkor megkeressük azt a pontot, ahonnan ki lehetett lőni ugyanazt a képet ugyanilyen beállításban.
hát valamelyik sikerült, valamelyik nem annyira, meg hát ugye az objektívek is egy kicsit azóta változtak, és ezeknek a perspektíváját is összehozni az új képeket a régi képekkel, elég furcsa munka volt. Több mint 40 éve itt lakunk már, és csak Kós Károly jut eszembe, amikor azt idézte, pontosan nem tudom elmondani, de körülbelül ilyen az idézet lényege, hogy nem a fát nem csak a lombja alkotja, mert hiszen a falombját, ha le is hullatja, vagy az ágai letörnek, attól még a gyökere ott van, és a gyökeréből fog kihajtani az új fa. Tehát, hogyha a régi képekre és a régi időkre nem emlékezünk, akkor megeheti a fene, magyarul. Tehát én mindenkit arra sarkallok, hogy igenis tudja a saját történelmét, kutassa a saját városának a régi arculatát, akár ezeken a képeken keresztül is, vagy akár amerre jár, ne menjen el olyan dolgok mellett, amit később nem fog újra látni, nem láthat újra. A kiállítás megnyitóján Kohut Zoltán újságíró osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Ezeken a képeken is, hogyha végig tekintünk, én biztos vagyok benne, különösen azok emlékeznek még egy régi épületre, valami hasonlót fognak érezni, hogy máshogy élt az emlékezetükben, máshogy látják viszont ma a nosztalgiával, a rokon vagy ellenszenve, de valószínűleg nem úgy, ahogy az emlékükben élt. Szerencsére Kiskunhalas még bővelkedik olyan látnivalókban, amik most nem fértek bele ebbe a kiállításba, így elképzelhető, hogy a képsorozat újabb alkotásokkal bővül majd a jövőben. Ez azonban nem könnyű dolog, hiszen sok idő kellene a helyszínek felkereséséhez. Az ember csak rohan most már, és nem tud olyan lassan menni, hogy azt a képet ugyanonnan lefotózza. Hát lesznek még, biztos lesznek még, de ezt nem én találtam fel ezt a stílust, úgyhogy aki ebbe gyönyörködik, köszönöm szépen, és megcsodálja, azt is köszönöm szépen, de hangsúlyozom, hogy a régi fotók gazdáinak és az interneten található fotók gazdáinak és elkészítőinek külön köszönetet szeretnék mondani, mert ez azért mégiscsak így illik. Megérkeztek hozzám a stúdióba ma esti beszélgető partnereim, a Sziládi Gimnázium egyik pedagógusával és két diákkal fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntöm Önöket, sziasztok! Jó estét kívánok! A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy a közelmúltban egy ifjúsági találkozón jártak, mégpedig határunkon túl. Hol is voltak és mit lehet tudni erről a találkozóról? A Rákóczi Szövetség keretein belül meghívást kaptunk Törökbecsére, Délvidékre, ahol a határon túli ifjúságot hívták össze, és egy szórvány magyarsággal kapcsolatos előadás sorozatot hallottunk. Nagyon fontos volt számunkra ez, hisz megismerkedhettünk erdélyi, marosvásárhelyi, sándorfalvi, törökbecsei, törökkanizsai és más fiatalokkal, és ezen felül megismerkedhettünk magával a környezettel is. Miért volt ez fontos, akár az önök iskolája, akár a fiatalok, a diákok szempontjából hogyan látja? Hát kapcsolatot tudunk kiépíteni velük, és ez nagyon fontos a mai fiatalság számára, hisz nem csak az internet világa fontos, amikor csetelni tudunk, hanem hogy személyes kapcsolatot korosztállyal belül kialakíthatunk, megismerkedhetünk az ő szokásaikkal, kultúrájukkal, mindennapjaikkal, hogyan töltik az időt, hogyan tanulnak, miket tanulnak, és nem utolsó sorban a történelem, a múlt, a hagyomány összeköt bennünket. Lányok, hogy éreztétek magatokat, milyen volt ez a kirándulás számotokra? Én nagyon jól éreztem magamat, igazából amikor a tanárnő felvetette nekünk ezt az ötletet, hogy mehetnénk vele és eltölthetnénk a Vajdaságban 3 napot, akkor nagyon örültem neki rögtön, és ugye Johannával azonnal jeleztük, hogy mi szeretnénk menni. Hát nagyon eltelt, nagyon gyorsan eltelt ez a 3 nap, szerintem mindketten szuperül éreztük magunkat. Nagy vonalakban milyen helyszínekkel jártatok, mi az, amit ki tudtatok próbálni? Nekem leginkább az Aracsi puszta templom tetszett, ez egy
igazi történelmi helyszín, igazából egy külön életérzés, ugyanis ez egy 800 éves templom. Tehát amikor ott állhattunk mi egy 800 éve épült templom mellett a falain belül, hát az maga volt a csoda. Johanna, a beszélgetés előtt említetted, hogy ugye nagyon közel áll hozzád a néptánc, az előbb láthattunk a kiskuntáncgálás tudósításban is táncolni, és említetted, hogy a kinti kirándulás során is lehetőséged nyílt táncolni. Igen, volt rá lehetőségem, bár egy kicsit másképp, ahogy megszoktam, ugye ez nem egy föllépés volt, nem beöltözve volt, inkább egy táncszerű kis mulatság, ami különösen jó volt számomra, hiszen szeretek mindig új táncokat megtanulni, megismerkedni különböző kultúrákkal és népszokásokkal, és volt rá lehetőségem, hogy a helyi táncot, az úgynevezett kólót megtanuljam. Viszonylag pár lépésből álló tánc viszont egy nagyon jó közösségi élmény volt. Akkor ezt a táncot elhoztad ide hazúra is, és megmutattad az itteni táncos társaidnak? Még nem volt rá lehetőségem, de ha lesz következőre táncház, biztos vagyok benne, hogy megmutatom, mit tanultam. Táncházon kívül milyen érdekességgel találkoztál, még mi az, ami leginkább mély nyomot hagyott benned? Hát igazából elég sok helyen jártunk, tehát ott Törökbecsének a nevezetességeit, múzeumokat végignézhettünk. Ami talán úgy legjobban megmaradt bennem így a puszta templomon kívül, az a traktormúzeum volt, ami így elsőre úgy voltam vele, hogy hát ez egy fiús dolog lesz, de ahogy oda mentünk, hát annyi érdekességgel találkoztam, például egy eredeti gőzgéppel, ami még a 19. századból való volt, amit be is üzemeltek, és kiderült, hogy még működőképes, akkor nagyon régi traktorokra ráülhettünk, olyan volt, mint hogyha tényleg én vezettem volna, illetve egy csomó régi autó, motor, mindenféle szerszámok, népi eszközök voltak, amiket megtekinthettünk. Hogyan látja tanárnő a mindennapi oktatást, a tudást mennyiben egészíti ki, vagy fejleszti az, hogy élőben találkozhatnak ilyen dolgokkal a diákok egy kirándulás során? Szerintem sokkal többet jelent, mint hogyha a könyvből tanuljuk. Én különben is egy vizuális ember vagyok, tehát sokkal jobban megmarad számomra az, amit látok, vagy hallok, vagy érzékelek, és úgy gondolom, hogy ez a gyerekeknél is így van, mert amit saját maguk tapasztalnak, az megmarad. Hát amit az ember történelem órán elmond, úgy igyekszik elmondani, hogy a saját személyes élményeit is legalábbis én mindig beleépítem a történelem tananyagba, azok az igaziak, de az élményt az nem helyettesítheti semmi. És ami még itt csoda volt a múzeumban, hogy még olyan traktort is láttunk, aminek nem gumiabroncs volt a kereke, hanem még az az eredeti vasabroncs. Számomra az fogott meg, hogy még olyan babakocsi is volt, amiben valamikor az én édesanyám tolt engemet, szóval ez egy külön nosztalgikus élmény volt. Ha már az előbb a könyveket, a kiadványokat említette, hozott is magával egy könyvet. Mit lehet erről tudni, miért áll ez közel az ön szívéhez? Ez a könyv azért áll közel a szívemhez, mert Aracsról szól. Egy zentai születésű egyetemi tanár írta, ma a Pécsi Művészettörténeti Egyetemen tanít, és nagyon szépen bemutatja az Aracs világát, a 800 éves templomot. És elmesélte nekünk, hogy a román és a gót stílusjegyet egyaránt mind a két helyen megtalálható ebben az egy épületben, ami számomra is új dolog volt, mert eddig akárhány olvastam utána, mindenhol az egyik helyen azt írták, hogy román stílusú, a másik helyen azt írták, hogy gót, de ő most szépen elmagyarázta, hogy milyen jegyeket. Összehasonlította például az esztergomi bazilikával, illetve a kalocsai érsekségi, érseki palotával. Későbbiekben, hogyha lesz még lehetőségetek, akkor szeretnétek-e így határon túlra ellátogatni, szeretnétek-e még hasonló programokban részt venni? Én mindenképpen szeretnék, tehát tényleg egy óriási élmény, és az, hogy ezt a későbbi tanulmányainkba is majd bele tudjuk fűzni, tovább tudjuk vinni, elmesélni az osztálytársainknak, családnak, testvéreknek, ez tényleg olyan, amit nem fognak elvenni tőlünk, és ez megmarad. Gondolom, hogy készült sok fotó, megmutattátok-e már az itthoni osztálytársaknak, mi az, amiről legszívesebben meséltetek? Igen, megmutattuk őket rögtön, ahogy iskolába mentünk. Szerintem, amiről így legszívesebben meséltünk, azok a közösségi programok voltak, hogy megismerkedhettünk nagyon sok új emberrel, és hogy,
hogy olyan barátságok szövődtek, amire valószínűleg nem lett volna lehetőség másképp. Tehát, hogy Erdélyből, hogy a Vajdaságból, hogy itthonról új barátaink lettek. Nagyon szépen köszönjük a részletes élménybeszámolót, és ha lesz következő kirándulás, akkor is várunk vissza benneteket és Önt szeretettel. Köszönöm szépen. Haladunk tovább műsorunkkal. Napjainkban is sokan kutatják a magyarok őstörténetét. A Sziládi Gimnázium dísztermében a Hazatalálás baráti kör meghívására a minap Marton Veronika tartott előadást. Ő írt már többek között egyetemi tankönyvet az ékírásról, és Halassa is egy érdekes témával érkezett, az ősi sumérok és a magyarság nyelvi, illetve művelődés történeti párhuzamait vázolta fel. Sok érdekességet rejt a történelem, például többen is foglalkoztak már a sumér-magyar nyelvrokonság kérdésével. Halasi előadásán Marton Veronika, sumerológus is érintette ezt a kérdést. Az ősi Mezopotámia világába kalauzolta az érdeklődőket. Ez a nyelv egyike a legrégebbi ismert írott nyelveknek, és párhuzamok, hasonlóságok fedezhetők fel a mi nyelvünkkel, vélik azok, akik alaposan belásták magukat a témába. Nem is hiszik el, hogy milyen sok szavunk köszön vissza a sumér nyelvbe. Ennek az a titka, hogy a magyar nyelv szótagai a régiségben, ugye a régiségre most a tehát a korai évszázadokat mondom, tehát a István korát, András korát, hogy azok a szótagok, amelyeket akkor használtak, tehát a magyar szótagok, azok a sumírban önálló szavak voltak. Na most ez a magyarban is megvan, csak mi nem ismerjük meg. Mondanék egy-két példát. Mert van olyan, főleg a pecséthengereket nagyon szeretem, mert ott különösebben nem lehet csalinkázni, mert ami a képen van, az a szövegben is, tehát az ékjelekben. És én fordítok is ékiratos szövegeket, és a pecséthengereken van egy uralkodó, aki átad valamit, nem lehet látni jól a képen, átad valamit az előtte levő alaknak, aki egy bárányt vagy valamit cipel a kezében. És a szövegben meg az van, hogy átad, most magyarul mondom a felét, sumirul a többit, átadja a passitu-nak. Na most a passitu az három szótagból áll, három ég, három jel, a magyarban három szótag. A pá az azt jelenti, hogy a főnök, a szi az a karám, passitu azok meg a gyapjas. Tehát gyakorlatilag a karám gyapjasainak az őre, és ez a passitu, és ha a magyar meghallja azt, hogy passitu, rögtön a pásztor jut eszébe. Marton Veronika nem csak nyelvi, hanem művelődés történeti párhuzamokra is felhívta a figyelmet a magyarok és az ősi sumérok között. Többek között az öltözködést is felhozta példának. Ugyanúgy subákat hordtak, ugyanúgy bőgatyát, ilyen ráncos bőgatyát, mint a 19. században, vagy akár még a 20. század elején is az alföldi csikósok, vagy a bakonyi kanászok, mert a kanászoknak a jellegzetesebb öltözéke van rajta. Ugyanúgy megvan a szent madaruka, ami az ég és a föld között közvetítő imdugudhu, az a mi magyar turul madarunknak az őse. A Hazatalálás baráti kör tagjai nyitottak a magyarság őstörténetéről szóló különböző elméletekre, érdeklődnek az új információk, felvetések iránt, ezért hívták meg Marton Veronikát, és a tervek szerint ezután is lesznek hasonló programok. Mi már 10 évvel ezelőtt is egy előadássorozatot szerveztünk ugyanígy itt a gimnázium dísztermében, ahol szintén ugye a magyarságnak az őstörténetével kapcsolatos előadásokat lehetett megnézni, hallgatni. Akkor ez egy előadás sorozat volt ugye két heti rendszerességgel. Most már azért így ritkábban van kapacitásunk, ugye, hogy megszervezzük ezeket az előadásokat. Szépen lassan azért úgy kiderült, hogy talán az, amit velünk annak idején tanítottak mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, az talán nem is egészen úgy van. És hát ugye ezért örülünk, hogy az előadókat el tudjuk így hívni Kiskunhalasra, mert egy kicsit megmutatják, hogy vannak más elméletek, más kutatások, és úgy néz ki, hogy ezek eléggé egybe is hangzanak, tehát talán ezek most már hivatalosan is kezdik elismerni, hogy talán az, amit eddig tanultunk, az nem is biztos, hogy egészen úgy volt.
Október 13-án már gyimesi esten jelentkezik a baráti kör, ahol néprajzi előadás, hangszerbemutató és ételkóstolás szerepel a programban. Megemlékezések, író-olvasó találkozó, kézműveskedés és a végtelen univerzum kutatása is szerepel Kiskunhalas elkövetkező napi programajánlatában. Mutatjuk, hogy miből lehet válogatni. Folytatódik városunkban a kicsik és nagyok körében népszerű kézműves foglalkozás sorozat. A Kiskun Népművészeti Egyesület Motolla kézműves műhelye szombatonként várja az alkotni vágyó fiúkat, lányokat, hölgyeket és urakat. A tematikában többek között tűzzománc oktatás és őszi díszek készítése is szerepel. Író-olvasó találkozót rendeznek pénteken délután 17:30 a Kiskunhalasi Martonosi Pál városi könyvtárban. A Vonzások és választások című rendezvény vendége Vas Virág lesz. A belépés természetesen most is ingyenes. Az 1703-as csata áldozataira emlékezünk október 5-én. Délelőtt 11 órakor a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium volt kollégiumának területén lévő emlékhelyen, a csata egykori helyszínén az intézmény diákjai adnak műsort. Délután 5 órakor a búsuló kurut szobránál a Sziládi Gimnázium tanulói, pedagógusai tartanak egy megemlékezést, beszédet mond Palásti Károly történelem tanár. Másnap, október 6-án szombaton lesz az aradi vértanúk emléknapja. A Sétáló utcai emléktáblához délelőtt 10 órára várják az érdeklődőket. A műsorban a Felsővárosi Általános Iskola diákjai működnek közre. Ezt követően koszorúzásra kerül sor az emléktáblánál, majd a jelenlévők közösen vonulnak át a Torma János Múzeumba, ahol virágok elhelyezésére lesz lehetőség az aradi vértanúk című festménynél. Október 8-a és 11-e között zajlik a 43. Kiskunhalasi Csillagászati Napok rendezvénysorozat. Az előadások minden nap 18 órakor kezdődnek a Városi Könyvtárban. A témák között friss kutatási eredmények és korábbi nagy felfedezések is találhatóak. Műsorunk zárásaként még visszatérünk kicsit a Kiskun Táncegyüttes jubileumi gálájára. Egy táncprodukcióval köszönöm meg ma esti figyelmüket. Jövő csütörtökön is sok-sok érdekes témával várjuk majd önöket. Nézzenek bennünket akkor is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!